Csalódottak vagyunk, mert én azt érzem, hogy nem megérdemeltük volna a továbbjutást. Többet is birtokoltuk a labdát, szerintem több helyzet is alakítottunk ki. Sajnos kimaradtak a helyzetek, ezt a Debrecen megbosszult, igaz, egy büntető és egy megpattanó lövéssel. Szerintem nem vallottunk szégyent. Nehéz nem észrevenni, hogy mennyit változott a Vasas játéka, amióta ugye Szanyó Károllyal dolgoztok együtt. Ti belülről hogy érzitek, miben változott azóta ez a Vasas? Szerintem mindenki sokkal magabiztosabb. Próbáljuk ezt a kispasszos focit játszani, nincsenek elívelt labdák, szép támadásokat próbálunk vezetni, igazából ennyi szerintem. Vele kezdtük el azt a játékot játszani, ami tényleg ebbe a csapatba rejlik. Elkezdtünk most már egy felépített focit játszani, aminek meg is van az eredménye, úgy látszik. Szurkolókkal beszélgettem a meccs előtt, volt, aki azt mondta, hogy ők kívülről úgy érezték, hogy Kis Károlynak nem volt meg annyira az elismerése a játékosokon belül. Te hogy érzed, kivívta magának a tiszteletet? Hát, kicsit egyet kell, hogy értsek sajnos a szurkolókkal. Nagyon szerettük, mint ember. Hát edzőleg azt éreztük kicsit, hogy félt, ez kicsit nem kiadott a csapatra is, ezáltal a pályán nem tudtunk olyan teljes indulni nyújtani. Így most az edzőváltással kicsit előrejöttünk, előrébb kaptunk. Nyilván ez egy nagyobb motivációt jelentett a játékosoknak is, hogy új edző, új remények, számunkra így egy új bajnokság kezdődött. Szóval mindent megteszünk annak érdekében, hogy ebben a maradék két meccsen minél előrébb jussunk, és hogy ha minden jól alakul, akkor az ötödik helyen tudunk zárni. Ez már egy hatalmas lökést adhat nekünk a tavaszi szezonra, és azon dolgozunk a felkészülés során is, és a tavasszal is úgy fogunk hozzáállni a mérkőzésekhez, hogy egy feljutó aspiráns csapatként feljutáshoz vezessük újra a Vasast. A keret és a maga a klubnak a neve úgymond nem volt méltó, és még most sem méltó az a hely, ahol tanyázunk, de ezen dolgozunk, ahogy Zsombor is elmondta, az edzőváltással új impulzusok érik a játékosokat, az egész csapatnak ez adott egy plusz lökést, és igyekszünk egyre följebb zárkózni. Mire lehet elég ez az önbizalom? Lehet-e csodát tenni, hiszen azért már elég nagy a hátrány, de lehet-e csodát tenni, és akár itt a feljutásért harcolni tavasszal? Hát a fociban minden megtörténhet, még rengeteg meccs van hátra, mindenképp minden meccset meg szeretnénk nyerni, aztán majd a végén eldől, hogy mi lesz belőle. Szerintem teljes mértékben adott a keret ehhez a célhoz, hogy betartsuk, amit nyilván kitűztek szezon elején is. Szóval én bízom a csapatban, ezzel az edzőváltással úgy gondolom már olyan játékot fogunk játszani, amire a játékosok alkalmasak, és meg is tudjuk csinálni. Szóval én nagyon bízom abban, hogy a szezon végén feljutó helyen fogunk végezni. Úgy gondolom, hogy a szurkolók eddig is mögöttünk voltak, ugyanúgy amikor nagyon rossz szériánk volt, akkor is kijöttek és buzdítottak minket, ami szerintem Magyarországon elég ritka dolog. Ezért azt gondolom, hogy most, hogy jönnek az eredmények, és jönni is fognak, bízom benne, így a szurkolókkal sem lesz probléma, és nagyon remélem, hogy akár bármilyen az eredmény, akkor is fognak jönni és buzdítani minket.